Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, nevek és titulusok nélkül mindnyájatokat. Nagyon különös dolog, koronával kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy vajon hogy is jelenik meg a mi személyes életünkben, kapcsolatainkban a korona. Aztán egy kicsit a kisgyermekekre gondolva, miket rajzolnak először a gyerekek? Hát én azt gondolom, a házikó az első, és a kislányok, vagy lehet, hogy a kisfiúk is nagyon hamar egy koronát is elkezdenek rajzolni, és szeretnének királyok vagy királynők lenni. Szükség van valahol élni, és szükség van valamilyen rangra, valamilyen vezetésre, elismerésre. Ott van hát az életünkben e kettő, és azt gondolom, hogy egész kisgyermekkorunktól végig kísér azt, hogy szükségünk van biztonságra, otthonra, és szükségünk van vezetésre. Egyházi képviselőként az nyitó köszöntésben hadd térjek el egy kicsit a Magyar Szent Koronának a témájától egy másik korona felé. A Jelenések könyvében olvassuk. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trón elé, és azt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Szeretnék a nagy királyra utalni, Jézus Krisztusra, aki a királyok királya, az urak ura, és mindenek fölött való. Van egy nagyszerű ének, a baptista közösség énektárában, zengd Jézus nevét, zengd világ, és az a végkicsengése minden egyes verszaknak, hogy királlyá Jézust, Jézust koronázzátok. Miközben egy nemzet nagyon fontos erekjéjéről beszélünk, ami nemzeti összetartozásunk fontos kérdéséről, hadd lássuk azt, hogy a királyok királya, az urak ura Jézus Krisztus, és mi hozzá is tartozunk. Milyen utat is járt ez a Jézus Krisztus, ha már itt koronáról beszélünk? Az ő életútjában volt olyan koronázási ünnep, amikor tövisből fontak koronát, hogy aztán később aranyból is legyen. Amikor kiállítják és elhangzik az Ecce Homo, milyen korona és milyen királyság ez? Hát Jézusnak ez az útja vezet ahhoz az igazi uralkodáshoz, hogy minden hatalom neki adatott. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, írja Jakab apostol, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Hát egy lelki üzenettel, lelki koronára vágyakozva készülhetünk előre. És azért hadd utaljak arra is, hogy 1978-ban egy osztály kirándulással a Nemzeti Múzeumban jártunk. És megdöbbentő és megható volt körüljárni a koronát, a koronázási ékszereket, és látni, és talán a kettőt együtt látni, hogy a hitünkből fakadóan Krisztus királyságát ünnepeljük, de egy nemzet összetartozása, kapcsolata is nagyon fontos. Aztán eltelt 40 esztendő, és amikor az elmúlt évben a parlamentben álltuk körül a Magyar Szent Koronát, akkor nagy hála volt a szívünkben, hogy Isten megtart és tovább vezet bennünket. Hát az emlékezésben emlékezzünk Jézus Krisztusra, és az ő követése legyen célkitűzésünk, és tartozunk ahhoz a nemzethez, amelybe ő helyezett el, és amelynek a jólétéért, az eredményes előrehaladásáért szolgálattal bízott meg, áldott, hasznos ünneplést kívánok mindnyájuknak.